Egy nézőnk készítette ezt a fotót csütörtökön reggel. Látszik, hogy az előtte haladó sofőr hátsó szélvédőjét vastagon borítja a jég és az úzmara. A sofőr egyáltalán nem látott ki ezen az üvegen. Ezek pedig már egy néhány nappal ezelőtti rendőrségi helyszínen is fotói. Egy nő okozta a balesetet. Az egyik képen látszik, hogy az autója szélvédőjét vastagon borítja a jég. Így indult el reggel dolgozni, de nem jutott messzire. Egy oszlopot döntött ki. A rendőrség szóvivője azt mondja, télen nem elég csak a szélvédőket jégmentesíteni, bár az is nagyon fontos, ám érdemes másra is odafigyelni autóba szálláskor. Az utakon, amikor közlekedünk, akkor a megfelelő távolságot tartsuk be az autókkal egymás mögött, hiszen ilyenkor a fék távolság megnövekszik, és az autók sokkal könnyebben tudnak összeütközni ezekben az esetekben. Emellett érdemes azt is ellenőrizni, hogy az útfelület mennyire csúszik a jégtől. Ne főutakon próbálgassuk az autónkat, hogy mennyire csúszik az út, hanem kisebb területeken. Ezeket az apró fékpróbákat, hogyha elvégezzük, akkor megelőzhetjük azt, hogy egy nagyobb fékezés esetén az autón kipördüljön, és esetleg egy másik forgalmi sávba átcsapódva balesetet okozzunk. A rendőrségi szóvivő azt is tanácsolja, hogy mindig legyen téli szélvédőmosóval feltöltve az autó tartája, mert a nyálkás időjárás miatt felverődő kosz szintén könnyen tud balesetet okozni.